Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéri közösséget. Mindenkinek egy áldásokban gazdag szombatot kívánunk. Megkezdjük imaóránkkal egybekötött szombatiskolánkat, és énekelni fogjuk a 38-as számú énekünket, az énekeskönyvünk 38-as számú énekét. Örömmel állt énekünk. Istenek igéjét a Zsoltárok könyve 66. fejezetéből olvasom. Örvendez Istenek, ó te egész föld! Énekeljetek az ő nevének dicsőségét, dicsőítsétek az ő dicséretét. Mondjátok Istennek, mi csodálatosak a te műveid! A te hatalmad nagy volt, amiatt hízelegnek néked ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, énekel néked, énekli a te nevedet. Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait, csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiai. A tengert szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át, ott örvendeztünk ő benne. Aki uralkodik az ő hatalmával örökké, szemmel tartja a pogányokat, hogy az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak magukban. Áldjátok népek, ami Istenünket, és hallassátok az ő dicséretének szavát. Leborulunk, és Vodinszky testvérnővel mondunk egy kezdőimát.
Pacea Domnului. Isten békéjét nektek. Mă bucur să fim împreună în această dimineață. Örvendek, hogy ezen a reggelen együtt lehetünk. Și aș vrea ca cu toții să luăm o încurajare din Sfintele Scripturi pentru rugăciunile noastre. És az a vágyom, hogy Isten igéjéből egy bátorítást nyerjünk a mi imádságainkhoz. Aș dori să vedem cât de importantă este rugăciunea pentru oameni care au fost chemați la mântuire și care au acceptat această chemare. Milyen fontos az imádság azoknak az embereknek, akik ellettek hívva üdvösségre és elfogadták ezt. Și aș vrea să deschidem Scriptura în Geneza. Nyissuk meg Istenek igéjét Mózes első könyve. La capitolul 31. 31. fejezet. Și să citim de aici, începând cu versetul 3. Citiți doar dumneavoastră ca să câștigăm timp. A harmadik verstől olvassuk. De la 3 până la 5. Mondta pedig az Úr Jákobnak, térj meg atyáid földére, a te rokonságod közé, és veled leszek. Elgődött tehát Jákob, és kihívva magához Ráchelt, és leállt a mezőre az ő nyájához. És mondanékik, látom atyátok orcáját, hogy nem olyan hozzám, mint annak előtte, de az én atyám Istene velem volt. După câțiva ani de slujire la Laban, miután néhány évet szolgált Lábánál, Dumnezeu îi se arată lui Iacov, Isten megjelenik Iacovnak, și spune să se întoarcă în patria părinților săi, spunându-i că va fi cu el. És azt mondja neki, hogy térjen vissza a atyai földjére, megígérve neki, hogy vele lesz. Iacov și-a familia, Iacov veszi az ő családját, ascultând chemarea lui Dumnezeu, hallgatva Isten hívására, și pleacă înspre patria părinților săi. És elindul hazafelé. Cât de multă credință avea în Dumnezeu când se gândea la fratele său Esau. Mennyi hittel rendelkezett, amikor testvérére gondolt Ézsaura. De ce? Miért? Pentru că pe drum a trimis soli ca să vadă ce se întâmplă cu Esau și a aflat că vine cu o armată serioasă să-l întâmpine. Mert az úton ugye szolgákat küldött előre, hogy vajon mit tesz az ő testvére, és megtudta azt, hogy hadsereggel jön elébe. A pregătit și daruri pentru Esau. Ajándékokat is készített Ézsaunak. Și a rânduit în așa fel oamenii și animalele pe care le avea cu el, încât să fie totul bine. És elrendezte az ő családját, az állatokat és az embereket, akik vele voltak, hogy minden rendben legyen. Și stăm să ne întrebăm, oare Iacov l-a crezut pe Dumnezeu când i-a spus că va fi cu el, dacă el făcea toate aceste pregătiri? Și a kérdés az, hitte Iacob Istenben, Isten ígéretében, hogy vele van, vagy vele lesz ezen az úton, és mégis megtette ezeket a lépéseket? Ce ziceți? Mit gondoltok? E destul de complicat, că dacă n-ar fi crezut, n-ar fi plecat. Elég összetett a dolog, mert hogyha nem hit volna, akkor el sem indult volna. Dar a plecat cu oarecare teamă. Elindult egy bizonyos fenntartással, félelemmel. Da. Cred că așa este și călătoria noastră spre ceruri. Úgy gondolom, hogy ilyen a mi utazásunk is a menny felé. Sau așa ar trebui să fie. Hogy ilyen kellene legyen. Cu credință că Dumnezeu este cu noi. Azzal a hittel, hogy Isten velünk van. Dar cu teamă în sufletul nostru, ca nu cumva să greșim noi undeva. De ugyanakkor azzal a félelemmel, hogy nehogy tévedjünk, vétkezzünk valahol. Și să nu ajungem acasă. És ne érjünk haza. De ce era frică lui Iacov de Esau? Miért félt Jákob Ézsautól? Pentru că îl înșelase de două ori. Mert ugye becsapta őt két alkalommal is. În călătoria noastră spre ceruri, trebuie să ne fie frică de ce? A mi menny felé való utazásunkban félnünk kell, mitől?
de păcatele pe care le facem sau pe care le-am făcut. Azoktól a bűnöktől, amelyeket elkövettünk, vagy elkövettünk. Mergem acum în capitolul 32. A 32. fejezetben. Și aș vrea să citim de la versetul 22 până la versetul 29. 22. verstől olvassuk 29-ig. Felkele pedig ő azon éjszaka, és vevé két feleségét, két szolgálóját, és 11 gyermekét, és általmén a Jákob révén. Vevé hát azokat, és átköltözteté a vizen, azután átköltözteté mindenéjét, ami valamie vala. Jákob pedig egyedül marada, és tusakodik vala, ő vele egy férfiú egész hajnal feljöveteléig. És mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, megjeleti csípőjének forgócsontját, és kiméne helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. És mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal, és mondta Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. És mondta néki, mi a te neved? És ő mondta, Jákob. Amaz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megkérdi Jákob, és mondta, mondd meg kérlek a te nevedet. Azt pedig mondta, ugyan miért kérded az én nevemet, és megáldá őt ott. Ce-a făcut Iacov în acest episod pe care l-am citit? Mit tett Jákob ebben a fejezetben, vagy ebben a részben, amit elolvastunk? S-a luptat cu cine? Tusakodott kivel? Cu Dumnezeu. Ce-a cerut la sfârșit? És mit kért? Ce-a cerut de la Dumnezeu? Mit kért Istentől? Să-l binecuvinteze. Hogy áldja meg őt. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. És Isten megáldotta. În călătoria noastră spre ceruri, ce trebuie să facem cu Dumnezeu? Mit kell mi tegyünk Istennel a mi utazásunkban, a menny felé? Oare trebuie și noi să ne luptăm cu el? Vajon nekünk is kell harcolnunk vele, tusakodnunk vele? Până la urmă s-ar putea pune întrebarea, de ce să te lupți cu Dumnezeu dacă Dumnezeu te cheamă? Miért harcolnál Istennel, hogyha ő hív téged? De ce s-a luptat Dumnezeu cu Iacov la pârâul Iabocului? Miért harcolt Isten Iacovval a Iaboc révénél? Din moment ce el l-a chemat să vină. Mert hisz ő hívta el. Ce scop urmărea Domnul prin acest lucru? Mi volt a célja Istennek ezzel? Ce credeți? Mit gondoltak? Mit gondoltak? Fratele a zis să-l încerce. E corect. Și altceva ce-a mai vrut. Dar să-l încerce valaki pentru cine? Că próbálja meg, és jól mondta. Să-l încerce pentru cine? Că Dumnezeu îl cunoștea. De miért kellett megpróbálja, hisz Isten ismerte nagyon jól? Tot pentru el. Iacov trebuia să învețe cine e Iacov. Jákob miatt kellett megpróbálja. Jákob kellett megtanulja, hogy kicsoda Jákob. Jákob trebuia să învețe câtă credință are Jákob. Jákob meg kellett tanulja azt, hogy Jákobnak milyen hite van. Jákob trebuia să învețe cât de mult își dorește țara tatălui său. Jákob meg kellett tanulja azt, hogy mennyire vágyik haza. Și Dumnezeu l-a chemat pe Jákob la o luptă. És Isten hívta Jákobot erre a harcra. Și să știți că la această luptă ne va chema și ne cheamă și pe noi. És erre a harcra hív bennünket, és fog hívni bennünket. În încercarea lui de a ne determina să vedem câtă credință avem, câtă iubire avem și câtă dorință să ajungem în ceruri. Azért, hogy tudatosuljon bennünk, hogy mennyi hitünk van és mennyi vágyunk van
hogy eljussunk az Isten országába. Cum era Iacov când a plecat de la Laban? Ca și caracter. Milyen volt Jákob jellemileg, mikor Lábántól elindult? Csaló? Înșelător. Deci el era înșelător, Iacov, când a ajuns la pârâul Iabocului. Iacob, ott a Iabok révénél, csaló volt? Era desăvârșit, neprihănit? Tökéletes volt? Fethetetlen volt? Era undeva între cele două. Hát valahol a kettő között volt. Dar se pune întrebarea. Un om care este în această călătorie între înșelător și om care s-a predat de plin lui Dumnezeu, se pune întrebarea, are el credință de plină sau e o credință mai subțirică puțin? De az az ember, aki félúton van, a csaló és a tökélet, a fethetetlen között, milyen hittel rendelkezik? Teljes tökéletes hittel vagy ingadozó hittel? Dumnezeu îl cheamă cu această ocazie pe Iacov la o credință mai mare. Isten azért hívja el Jákobot, hogy biztosítsa egy erősebb hittel. Pentru că îl va chema la niște experiențe foarte mari. Mert egy sokkal nagyobb tapasztalatokra hívja. Și le știm, cu Iosif, cu frații lui și... És ismerjük a történetét tovább a Józseffel és az ő többi gyermekeivel. Acum aș vrea să mergem să citim despre noi. Menjünk, lépjünk tovább és olvasunk magunkról. Știți unde scrie despre noi în Biblie? Hol ír rólunk a Biblia? Cred că fratele știe. Știți? Știu. Nu știți? Hai să vedem atunci în sală. Știți unde scrie despre noi în Biblie? În Apocalipsa, la capitolul 3, nu-i cu fiara de data asta, și începe de la versetul 14. Jelenések könyve 3. fejezet 14. versétől. N-aș vrea să citim ca să câștigăm puțin timp. Dar știți despre ce este vorba? Solia Domnului Iisus Hristos către poporul Lui. Bizonyára ismeritek ezt a Biblia részt. Nem olvassuk fel, de itt tartalmazza a Biblia Isten üzenetét az ő népéhez. Și poporul az utolsó népéhez, tehát hozzánk. Și poporul ni se spune, nu e nici cald, nici rece. És ennek a népnek azt mondja, hogy nem vagy sem hév, sem hideg. Adică cam ca Iacov. Te olyan vagy, mint Iacov. A ascultat chemarea de a ieși de undeva și de a merge spre ceruri. Meghallottad a hívást, hogy jöjjék ki valahonnan és indulj el a menny felé. Și pe drumul acesta, acest popor care nu este nici cald, nici rece, és ezen az úton, amelyik, ez a nép, amelyik se nem meleg, se nem hideg, trebuie să învețe lecțiile pe care le-a învățat Iacov și poate mult mai multe. És meg kell tanulja ez a nép azt a leckét, amit Jákob megtanult, vagy még többet is. Și una dintre ele este aceasta, és az egyik ezek közül, a leszkék közül, că trebuie să cerem, luptându-ne cu Dumnezeu, să ne binecuvinteze. Kell kérjük Istentől azt, hogy áldjon meg bennünket, harcolva ő vele. Când ne poate binecuvânta Dumnezeu? Mikor tud Isten bennünket megáldani? Am o întrebare. Pe Iacov, în cei mulți ani pe care i-a stat la Laban, da, 21, l-a binecuvântat sau nu? Isten megáldott a Iacovot a hosszú éven keresztül, 21 éven keresztül, amit Lábánál töltött? L-a binecuvântat. Megáldott. Era pocăit Iacov. Meg volt érve Iacov. L-a înșelat pe... Înșela, nu, deci nu...
Becioptă Laban. Căuta să vadă cum poate să îi fie bine lui și familiei sale. Igyekezett, hogy saját maga malmára hajtsa vizet. La părâul Iabocului, Iacov cere altă binecuvântare. A Iabok révénél Iacov más áldást kér. Pentru că își dă seama că stă în față cu pericolul fratele său Esau. Mert rá döbben arra, hogy egy más veszéllyel áll szemben, Ézsauval szemben. Se uită în spatele lui și vede că toată viața a înșelat. Hátra tekint és látja, hogy az egész életében egy csaló volt. Și are nevoie de o binecuvântare diferită de cea primită. És egy másik áldásban szeretne részesülni, mint amit eddig kapott Istentől. E binecuvântarea de care avem noi nevoie. Arra az állásra, amire ránk is, nekünk is szükség van. Pentru că nu suntem nici reci, nici calzi. Mert nem vagyunk sem hidegek, sem melegek. Despre cei care sunt reci și calzi, se spune în versetul 16 din Apocalipsa 3, că au să fie vărsați din gura Domnului Iisus. 16. Igen, mivel sem hideg nem vagy, sem meleg nem vagy, lágy meleg vagy, kivetlek téged az én számból. V-ați întrebat vreodată ce înseamnă a fi vărsat din gura Domnului Hristos? Mit jelenthet ez, hogy Isten kivett az ő szájából? Nu mijlocește. Exact. Aș vrea să vă citesc. Pentru aceia care sunt indiferenți în acest moment de timp, azok, akik közömbösek ebben az időben, Hristos le transmite o solie. Krisztus egy üzenetet küld, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Mivel lágy meleg vagy, kivetlek az én számból. Ideea prin care Iisus transmite această metaforă, am să te vărs din gura mea, ez a gondolat, amelyet így fogalmaz meg, hogy kivetlek a téged az én számból, înseamnă că el nu poate să ofere rugăciunile noastre ca pe o expresie a dragostei noastre către Dumnezeu. Ez azt jelenti, hogy ő nem tudja a mi kéréseinket, könyörgéseinket, imáinkat továbbítani az Atya felé, mint a mi szeretetünket. El nu ne poate susține învățăturile din cuvântul său. Nem tudja fenntartani az ő tanításait az ő igéből. Sau lucrarea noastră spirituală de orice fel. Vagy a mi lelki tevékenységeinket. Nu ne poate prezenta experiența religioasă cu cererile, astfel încât harul să fie primit, să ne fie dat. De a mi tapasztalatunkat se tudja úgy továbbítani, hogy kegyelemben részesüljünk. Rămânerea în această stare de căldicel. Tehát, hogyha így maradunk ebben a lágymeleg állapotban, deși frumoasă pentru că nu ne duce în stări complicate sau în experiențe complicate în care trebuie să ni se testeze credința, valahol szép és kényelmes, mert nem visz szélsőségekbe bennünket, ott, ahol a mi hitünk komolyan meg lenne próbálva, este o stare de comoditate, dar periculoasă. Tehát ez egy kényelmes állapot, de egy veszélyes állapot. Dumnezeu l-a chemat pe Iacov din această stare. Ebből az állapotból elhívta az Isten Iacobot, în care Iacov era necredincios Domnului, pe de o parte, credincios pe de altă parte, și era binecuvântat. Egy részben hűséges volt, más részben pedig nem volt hűséges, és egy részben meg is volt áldva. La o stare în care se depindă cu totul și cu totul de Dumnezeu. Ebből a helyzetből el volt hívva egy olyan állapotba, amitől teljes mértékben csak Istentől függött. Chemarea este aceeași pentru noi. Ez a hívás számunkra is. De la starea de nici rece, nici înclocot, tehát a lágymeleg állapotból, la starea în care să fim predați pe deplin lui Dumnezeu. Abba az állapotba, amikor teljesen át tudjuk adni életünket Istennek. De ce?
Miért? Am citit din Mărturii volumul 6. A bizonyságtételek 6. kötetéből olvastunk. Că cine rămâne în această stare de căldicel, hogy akik ebben a lágymeleg állapotban maradnak, riscă să nu-i mai poată fi prezentate rugăciunile, veszélyeztetik azt, hogy az imáik nem lehetnek továbbítva, riscă ca experiența lui religioasă să nu fie prezentată de fiul tatălui, a keresztényi tapasztalataik ne legyenek bemutatva Krisztus által az atyának, riscă ca orice lucrare misionară pe care o face să n-aibă nicio valoare, veszélyeztetik azt, hogy bármilyen missziós tevékenységet tesznek, azok, annak ne legyen semmi értelme, și riscă binecuvântarea harului, és veszélyeztetik a kegyelem áldását. Știm cu toții că ne apropiem de noaptea strâmtorării. Mindannyian tudjuk, hogy közeledünk a megpropádozás éjszakájához. De ea trebuie să trecem cum a trecut Iacob. Át kell lépjünk rajta mink is, ahogy Jákob is átment rajta. Și mai mult decât atât. És még lehet, hogy még nehezebben, mint Jákob. Pentru asta trebuie să ne pregătim de pe acum. Erre fel kell készülünk most. Pentru asta rugăciunile noastre trebuie să fie o recunoaștere a vieții noastre, care nu e așa cum dorește Dumnezeu. Ezért a mi imádságaink kell tartalmazzák azt, hogy beismerjük a mi állapotunkat, hogy nem olyan, amiért Isten elvár. O frică că dacă nu suntem plăcuți lui Dumnezeu, nu ne poate binecuvânta, nu că nu vrea. Egy olyan félelemmel kell rendelkezünk, hogyha nem vagyunk Isten előtt megfelelőek, akkor egyszerűen nem tud megáldani, bármennyire szeretne is. Dar în această imagine care poate părea tristă, de ebben a képben, amely elég szomorúnak tűnik, noi știm că nu noi am plecat spre ceruri. Kell tudjuk azt, és tudatosítsuk azt, hogy nem mi magunktól indultunk el a menny felé. Ci că Dumnezeu ne-a chemat. Hanem Isten hívott bennünket. Și dacă ne-a chemat, ne și va duce acolo, és hogyha elhívott, el is fog vinni bennünket oda, dacă, și acum spuneți dumneavoastră, hogyha, dacă îl vom lăsa pe Dumnezeu să transforme în noi tot ce vrea El. Hogyha megengedjük Istennek azt, hogy átformálja bennünk mindent, amit ő szeretne. Nu ce credem noi că ar trebui schimbat și ce nu. Nem azt, amit mi csak mi gondolunk, hogy meg kellene változzunk, vagy változtatni rajtunk. Ci tot ce vrea Dumnezeu să transforme. Hanem amit Isten szeretne rajtunk megváltoztatni, átalakítani. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să creștem în credința aceasta. Segítse meg a jó Isten, hogy ebben a hitben növekedjünk. Și prin harul lui să ne revedem în ceruri. És Isten kegyelméből viszont lássuk egymást a mennyekben. Amin. Amen. Az elhangzottak értelmébe csak annyit szeretnék mondani, kedves testvéreim, hogyha Isten szent lelke az ő igéin keresztül szólt hozzánk és megérintett, akkor ne tartsuk vissza magunkat, hogy gondolatainkat kifejezzük hangosan is, és minél többen, és minél rövidebben tudjunk imádkozni, hogy az kedves legyen Isten előtt, és ami a lelkünk üdvét szolgálja. Boruljunk le, és imádkozzunk. Thank you.
ajută să ne ierți pentru că încă nu ți le-am oferit și să ne ajuți, Părinte, ca în umilință să putem veni cu toți la picioarele tale, cerându-ți iertare pentru păcatele noastre trecute și cerând binecuvântarea ta și harul tău pentru viitor. Îți mulțumim pentru chemarea pe care ne-ai făcut-o, îți mulțumim pentru împărăția pe care o pregătești pentru noi și te rugăm, Doamne, să ne mărești credința în tine, credința în făgăduințele tale care crescând să ne ajute să ne prindem de tine cu toată puterea noastră, să studiem cuvântul tău și să strângem scripturi din inimile noastre ca să nu păcătuim împotriva ta. Îți mulțumim pentru că numele tău doresc să-l glorifici prin viețile noastre. Îți mulțumim pentru că numelui tău vrei să-i aduci cinste prin biserica pe care noi o formăm și te rugăm, Doamne, ajută-ne să fim vrednici de chemarea pe care ne-ai făcut. Îți mulțumim și dorim să te preamărim pe tine, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, aici pe pământ și o veșnicie întreagă. Amin. Hálás vagyok a jó Istennek ezért az imaóját, óráért, hogy részt vehettem rajta. Gondolom, hogy ti is hálásra hagytok az elhangzott üzenetért. Annak különösképpen örülök, hogy elég szép számmal imádkoztunk, és közte volt fiatal is. Isten áldja meg mindazokat, akik hallgattak a Szentlélek indítására, és felemelték ima szavukat közösségben is. Egy negyed év végéhez értünk el. Nem tudom, hogy hogyan értékelitek a szombatiskola tanulmányt. A tanítványságról szólt. De mielőtt ezzel kapcsolatosan mondanék két gondolatot, hadd engedjétek meg, hogy köszöntsem az elmúlt héten a születésnaposokat, akik egy-egy újabb életévüket töltöttek be. Jámbor Otto, Fekete Ferenc, Márton Magda, Bögre Sándor és Pap Juliana. Két-három személy is van, aki nagyon ritkán látunk. Ugye Fekete Ferenc testvérünk és Pap Juliana testvérünk, ugye most már nagyon régóta nem tud jönni közösségünkbe. Ottót is nagyon ritkán tudjuk látni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy nem tudjátok, hogy egy nemes kötelességének tesz eleget, a nagyszülőire vigyáz, odahaza a faluba, tiszteletre méltó egy fiataltól. És ugye Márton Magda, aki és Bögre Sándor testvérünk, akik rendszeresen látogatják gyülekezetünket, ezek közül csak Sándor testvérünk van itt ez alkalommal. Szeretném neki is, és miért nem mindannyiunknak egy ígéretet, egy Biblia verset felolvasni, Jeremiás könyve 50. fejezet 20. verséből. Azokban a napokban és abban az időben azt mondja az Úr, kerestetik az Izrael bűne, de nem lesz. A Júda vétkei, de nem találtatnak, mert kegyelmes leszek azokhoz, akiket meghagyok. Tiszta szívemből kívánom a Sándor testvérünk, hogy ha keresi is az Úr, vagy kerest nem az Úr, Sátán fogja keresni azokat a vádpontokat, akkor kegyelemnek részesei legyél, és ne találtassál bűnösnek. Ugyanúgy kívánom ezt az egész közösségnek, mindannyiunknak. Ezen az úton, amelyről hallottunk, hadd haladjunk bátran tovább, mint akit Isten elhívott, mint akiket Isten elhívott.
hisz el fog vezetni bennünket oda. Ha valakinek van egy hálaszava, vagy éppenséggel egy tapasztalata, amelyet meg szeretne osztani a közösséggel, most helyt adok. Tessék. Adja meg a Jóisten szíved vágyát, és rendelkezünk mindnyájan ezzel az itt bizonyossággal. Készen vagytok arra, hogy igazi hű tanítványok legyünk. Negyed évet áttanulmányoztunk, tanulmány sorozat, amelynek ugye a tanítványsággal foglalkozott, és a tanítói mellékletben a következő olvasható. Negyedévi tanulmányunknak itt véget ért. A csoporttagoknak most már vágyniuk kellene arra, hogy teljesítsék a Krisztus követőihez méltó küldetésüket, és bizonyosodjanak meg arról, hogy ő egy helyet biztosított nekik, ahol szolgálniuk kell, és felruházta őket mindennel, ami a szolgálathoz szükséges. Érezzük ezt a változást ezen a negyed év után. Vágyjuk-e ezt tenni, amiről itten szól. És igényeljük ezt az erőt, amit Isten megígért ezzel kapcsolatosan. Vagy, ahogy elhangzott, ezen a kényelmes adventista úton haladva, megélve hitéletünket, lágymeleg állapotba, lehet, hogy fotelből nézzük az eseményeket, nem igényelve az isteni erőt és hatalmat, amely átformálhatja a mi életünket. Számomra minden nap egy-egy kudarc. Nagyon sokszor. Eltelik, és jön a következő nap új reménnyel, és ugyanolyan, mint a tegnap. És a tegnap előtt. Ügördi Ferencnek van egy verse, véletlenül találtam rá, nem ismerem az írót,
Ennek az a címe az én tanítványságom. Cégéres bűnt ma sem követtem el én. Az utam mégsem vitt ma sem felét. Hiába volt a küszködés magammal, rossz szolga voltam és hűtlen cselét. Ezernyi alkalom suhant el, s nem tudtam szólni szentigéd szavát, s azon, amit csak elmondtam, megütközött ellenség és barát. Nem gyűlöltem, s nem átkozódtam, de nem tudtam szeretni ma sem. Mint máskor is, bölcsen, közömbös voltam, szegényes értem, gyanús erény. S mégsem ez fáj, hogy a ma mának ez a summája, hisz jön az éj, a nyugtató szünet. Félek, Uram, hogy holnap, ha megérem, ismét csak így viszem tovább ügyedet. Van egy történet, neves hegedű művész virtuóz életéből, Paganininek az életéből. Egyik alkalommal egy közönség előtt játszott, bemutatva Istentől kapott tehetségét, művészi képességét. És ahogy játszott a hegedűjén, egy pillanatban elpattant egy húr, és már csak három maradt. Ő nem hagyta félbe, tovább játszott. Majd elpattant még egy, és egy idő után még egy, és csak egy húron játszott tovább, virtuozitással, és mikor befejezte, akkor a közönség vastapssal üdvözölte. Ő ember volt. Lehetetlennek tűnő feladatot oldott meg. Nagyon sokszor mink is lehetetlennek tűnő feladatok előtt állunk. Nem tudjuk megoldani. De helyezzük életünket a nagy művész kezébe, aki életünknek húrjain tud játszani, ha csak egyen is, az ő dicsőítésére lehetünk. Higgyünk ebben, és akkor az életünk reményteljes és üdvösségünket biztosító élet lesz. Tiszta szívemből kívánom ezt nektek és magamnak is, kedves testvéreim. Az időnk előre telt, előre haladt. Szeretném, hogyha összegyűjtenénk most szombatiskolai adakozásunkat.
Átérünk a szombatiskolánk osztályokban van a átvételére, meg szeretném kérni a testvéreket, hogy 10:30-ig vegyük át a tanulmány átvételét, mert a lecke után meg fogjuk hallgatni a negyedévi összefoglalót is.